tényleg nagy kérdés, hogy lesz-e valamiféle kockáztatás Ricardo Moniz részéről, mert nyilván azért ott ül a padon Máté János, vagy éppen Orosz Márk, vagy Belicki Gergő, tehát emberhátrány ide vagy oda, lehet, hogy több támadót kéne pályára küldeni, és hát továbbra is az ember meglátása, hogy Böde nem center. Nem valószínű, hogy ez az igazi posztja. Ott egy szabálytalanság. Hakola került a földre, ahogy az első félidőben többször láthattuk. Csukic. Hosszú ez az indítás, nem is lehet bent tartani. Barát, aki nagyon jó és pozitív meglepetés a Honvéd csapatában. Itt láthatjuk tehát a Ferencváros holland trénerét. Hát arról szóltak a hírek, hogy ő nagyon szuggesztív egyéniség, és hogy óriási tűz van benne. Egyelőre ebből sem lehet sokat látni, őszintén szólva. Böde. Lovrić állította meg az átadást. Ignjatovic. Lovrić még időben észlelt. Zsivanovic. Csukic. Jovanovic. Ennyi Ics egyszerre magyar bajnokin. Ugye most láthatjuk, hogy Jovanovic beállt a Ferencvárosba. És a beadásról Csukic lemarad egy gondolattal. Nem is Józsi volt az, bocsánat. Hogy végre ne egy Ics érjen labdához. Lovrić bedobása. Az jó, ellentétben a lövéssel, mert Böde nem találta el jól a labdát. Cuci. Nyilván ameddig az első gólja nem lesz meg a Fradi színeiben Böde Dánielnek, egyre nagyobb lesz a görcs a játékában, hiszen őt azért hozták, hogy gólokat szerezzen. Csak hát ugye pont ez a probléma, hogy amikor Pakson mondjuk hátra vontani játszott, akkor sokkal veszélyesebben tudott lendületből bemenni a kapu elé. Jova! Böde. Ignjatovic rúgja föl. Azt hiszem jogosan reklamál sárgalapot a játékvezetőnél. És Iványi fel is mutatta ezt a bizonyos sárgát Alexander Ignjatovicnak. Mellette Barátnak van egy sárgája, Grúznak van egy sárgája, Klein pedig pirosat kapott, ugye. Johnson. Úgy nézem egyébként, hogy Alempijevic nincs a pályán, tehát valószínűleg az ő helyére jött Jovanovic. Ignjatovic. A Barát bedobása. Jóval előrébb jött a Honvéd. Felperdül a labda, Jóval ezt nem érheti el. Szöglet következik. Az első Honvéd szögletből gól esett. Nyilvánvalóan ezt is mindenképpen majd súlykolnia kell a Ferencvárosnak a gyakorlások során, hiszen
utaltam rá, hogy Csibuabó is teljesen zavartalanul rúghatott gólt az Újpest-Ferencváros meccsen, és most ugyanez volt Csami esetében is. Jó lefordulás. Szomália. Mehet tovább, előnyszabályt alkalmaz a játékvezető. Az viszont visszarántás. Az is sárgala. Bödével egyelőre nem bírnak a második félidőben. Ezúttal Boris Zsivánovics kap figyelmeztetést a játékvezetőtől. Szépen megfogta azért Zsivánovics lábát is Böde. Ferencvárosi szabadrugás, Cuci. Csami. Jól vette vissza. Délceg. Mindig benne lesznek egyébként a kontrákban a veszélyek, hiszen ugye emberelőnyben a Honvéd. Rossz indítás. Barát. Szabadrugás. Böde mellett már elmegy. Jovánovics érkezik rossz ütemben. Alempijevics helyén nyilvánvalóan azért többet fog előrejönni Jovánovics. Szomália. Jó kapja vissza, ez most szép támadás. Viszont a szerelés is nagyon jó ütemű volt. Nézzük az FTC 5. szögletét, és gyors egymás utánban a 6. Józsi egy kis kézjellel mutatja, hogy ki hova helyezkedjen. Barát őrzi a szószoros értelmében Szomáliát. Józsi szöglete, Cuci üt bele! És most a másik oldalon megy ki a labda. Érdekes egyébként, hogy a Honvéd nem próbálja támadásokra fölhasználni ezt az emberelőnyt. Ugyanúgy visszaáll Marco Rossi csapata. Mintha lökés lett volna, de mehet tovább a játék, Böde nem lőtt lövéshez. Schwab. Szomália. Lövésre! Fölé! Na ez most nagyon nem tetszett Marco Rossinak, a Honvéd olasz edzőjének. Üresen maradt Józsi. Jó a beadás. Józsi lőhet kapásból. Viszont 9 perc eltelt a második félidőből, és továbbra is a Budapest Honvéd együttese vezet. A Ferencváros visszajutása óta 2009. novemberében volt itt egy 0-0-ás döntetlen, 2010. augusztusában 3-1-re nyert a Honvéd Rufino, Hajdu és Ruáni góljaival, Kulcsár szerezte a Ferencváros találatát, és március 18-án 0-0-ás döntetlen volt megint.
Barát marad lent a földön, a Ferencváros pedig viszi tovább az akciót. Szomália gurítja oda. Nem igazán értettem, hogy mi volt a terve Csukicsnak. Barát még mindig nem tudta összeszedni magát. Jovanović. Felperdül a labda! Cuci készül a Ferencváros 8. szögletére. Kifelé perdül. Most nagyon beszorul a honvéd. Nem látszik, hogy ember hátrányban játszana a Ferencváros, pedig valószínűleg ez a helyzet, ha csak itt sutyomban le nem küldött Iványi honvéd játékost is. Rossz a beadás. De mehet még tovább, ezek szerint nem. Kim volt. Azért meglepődtem volna, de hát annyira folytatták a játékosok. Csere a honvédnál. Ebből sokat nem látni. Annyit, hogy Vécsei jön be, de a másik... Aha, Ivancsics jön le. Ivancsics Gellért 11-est rontott. Az 57. percig tart számára a mérkőzés. És érkezik a 19 esztendős Vécsei Bálint. Ez a negyedik mérkőzés ebben a szezonban. 15-ször jut szóhoz élvonalbeli találkozón. Szomália. A jobb oldal sokkal veszélyesebb a Ferencvárosnál. Hakola észrevehetetlen a második félidőben. Jovanović. Cuci. Megint egy csomó visszahúzás. Csukics. Nem válogatnak most az eszközökben a honvéd játékosai. Böde, ő is kap egyet hátulról, elég kíméletlen megoldás volt. A derekát fájlalja a volt paksi futballista, Józsi és Iványi jó barátok, úgy tűnik. Ez viszont nem volt egy jó ívelés. No, először látható, hogy Ricardo Moniz egy picit föléled. Nagy baj, hogy éppen a játékvezetővel foglalkozik. Inkább azzal foglalkozna, hogy a csapata meglehetősen vérszegény teljesítmény nyújt. Schwab. ...59 perce tart lassan a mérkőzés, Csami góljával vezet a honvéd. Egyébként augusztus 25-én a két csapat korábban 3 alkalommal találkozott, kétszer bajnokin, egyszer szuperkupa döntőn. 1918-ban az Üllői úton 4-0-ra nyert a Ferencváros, 1976-ban a Népstadionban Pusztai és Nyilasi góljával 2-0-ra nyert a Fradi, és 1993-ban a szuperkupa döntőjében 2-1-es ferencvárosi siker született, Gregor Szekeres, illetve Sallói találataival. Most a honvéd vezet 1-0-ra, de még nincs vége a mérkőzésnek. Jova. Schwab. Ez is kifelé kanyarodik.
alapvető technikai problémák a Ferencváros játékosainál. Nagy Tamás jegyzetel, majd a lehet beszélni Ricardo Monizzal a látottakat. Szabadrugás, Barát. Közel sem Barátian rúgta meg Szomáliát. Cuciék előtt elsuhan, és Honvéd bedobás. Szijjártó István hozzánk legközelebb, ő mosolyog, a Honvéd pályaedzője. Itt láthatjuk még egyszer, ez valóban nem volt szép, és ennyiből jogos talán, hogy Iványi adhatott volna sárgát, viszont Barát Botonnak van egy sárga lapja, tehát akkor akár kiállítás is lehetett volna. Johnson. Schwab. Délcek csúszott be. Hihetetlen, hogy ebből is sikerült Schwabnak egy honvéd bedobást összehoznia. Gyömbér figyel Vernesre. Gyömbér húzódott hátra a védelembe. Martin Klein kiállítása után. Johnson. Telnek a másodpercek, és a Ferencváros továbbra is egy gólos hátrányban. Egymás után két rangadót veszíteni sosem jó, ugyebár. Fagyas jöhet majd. Legközelebb egyébként az Egerrel játszik a Ferencváros, utána a Haladással, a Siófokkal, a Diósgyőrrel. A Honvédnak igen nehéz sorozata van, hiszen legközelebb az MTK-t fogadja, elmegy Debrecenbe, utána pedig Kaposvár hazai pályán. De hát ez a Fradi MTK Debrecen trió, ez közel sem egyszerű. Minden esetre a Videóton legyőzésével, idegenbeli legyőzésével már mutatta a Honvéd, hogy nem fog megijedni senkitől ebben a bajnokságban. A 23 éves Fagyas Milán érkezik tehát, méghozzá a gólszerző Hervé Csami helyére. Gondolom még nincs 100%-os edzettségi állapotban Csami, óriási energiával jön le a pályáról. Még egy változtatási lehetősége lesz majd Marco Rossinak. Jovanović. Grúz. Csukics. Magas a labda. Böde próbálna lefordulni. Néha tényleg olyan, mint hogyha a Honvéd lenne ember hátrányban. Csukics vissza. Schwab. Ezt most még sikerült bent tartani, bár nem volt pontos átadás. Hakola. Schwab jön föl a bal oldalon. Jó is a beadás, de nem jut el Ferencvárosihoz. Cuci beragad, így aztán lövőhelyzet, és Cuci véd. Középre ment a lövés. Csere a másik oldalon. Juha Hakola helyére Belicki Gergő érkezik. Tehát nem Máté, és nem az Újpest ellen gólt szerző Orosz Márk. Szomália,
Ez most nagy sprint, Szomália mellé. A rövid sarkot célozta meg, de rosszul. Utolérni nem tudják, de pontatlan a lövés. Egyébként, ha már csatárok bizonyára olvasták, hogy próbálná megszerezni a Videotontól Milan Pericet, Ferencváros. Egyelőre még nincs konkrétum ebben az ügyben. De hát elnézve azért a Ferencváros játékát, tudnák használni a szerb csatárt. Korábban ugye a Kaposvárban nagyon jól játszott, a Videotonban alig-alig jut szóhoz. Tehát mindenki jól járna. Jovanovic. Jova. Schwab. Bödemellel. Gyömbér. Szép volt a labda átvétel, Böde indul meg, megint nem tudják megállítani. Böde, lövőhelyzet, szöglet. Nagyon-nagyon akar Böde Dániel, ez minden mozdulatán érezhető. Józsi szöglete. Cucinak kell helyezkednie, és ezek szerint megfogja valahogy ott az árnyékban. Még egyszer Böde lövése. Jól véd Cuci Márton. Vernes. Schwab. Belicki. Lovricson átjutott. Marshall Johnson szép becsúszása. Lovric. Honvéd bedobás következik. Belicki zavarta Lovricsot, Schwab érkezett, róla ment ki a labda, és megint a frissítő szünet. Addig néhány szó még idézetként Oroszpál nyilatkozatából. Ugye említettem, hogy a Sport TV-ben a mai helyzet vendége volt a Ferencváros vezérigazgatója, és a stadionnal kapcsolatban is nyilatkozott. A bontás és az építkezés valószínűleg egy időben fog elkezdődni, 2013. januárjában várható mindez. És Oroszpál szavai alapján 2014 őszére lesz olyan állapotban az új stadion, hogy mérkőzéseket tudjon ott játszani a Ferencváros. Még nincs döntés azzal kapcsolatban, hogy hol fogják játszani a bajnoki meccseket a ferencvárosiak. Az a legreálisabb, mondta a vezérigazgató, hogy a Puskás stadionban lép majd pályára az FTC. Körülbelül 23 ezeren férnek majd az új arénába. Mert hogy azért ez is fontos, a nagyon nehéz évek után megoldódtak bizonyos dolgok a Ferencvárosnál. Most már tényleg csak egy olyan ütőképes csapat kellene, csak idézőjelben, amelyre a klub hagyományaihoz megfelelően a szurkolók is várnak. Most azonban Ferencváros Honvéd 0-1, és akkor most jöhet a folytatás. Gyömbér. Csukics várt nagyon sokat. Egy jó ívelés, Jova kint áll a kapuból! Milyen nagyszerű meglátás volt!
Verne szenzációsan veszi észre, hogy Jova kint áll, majdnem az év gólját lövi. Ez parádés megmozdulás volt Verne Srihártól. Hát nagyon nagy tehetség ez a fiú. És jó, hogy úgy tűnik meg is komolyodik. Vernes. Megint szöglet. Gyömbér van Debreceni mellett. Grúz őrzi Zsivánovicsot. Most tehát mindenkit kiosztottak. Jova. Kikanyarodott a labda. Onnan akkor nem lehet elvégezni, hanem az ötös vonaláról kell. Így van. 20 perc sincs már hátra, talán mondjuk annyi, hogyha egy kis ráadás is lesz. Őrzi egy gólos előnyét a Budapest Honvéd az Üllői úton. Mindössze 11-szer nyert az Albert Stadionban 77 mérkőzésen a Honvéd, 15 döntetlen és 51 hazai győzelem. De az elmúlt időszak inkább a Honvédé, mint korábban soroltam. Szomália. Jovanovic. Keresztlabdával próbálkozik. Schwab. Lovrić jött. És úgy szerel, hogy ő dob. Csukic. Johnson gyötri le a földre. Schwab. Megint egy technikai hiba, egy rossz átadás. Ezek tömkelegét mutatják be a ferencvárosi játékosok. Vernes. Vernes gyönyörűen bolondít két védőt. Gyömbér szereli végül óriási üggyel bajjal. Ricardo Moniz, mint a ketrecbe zárt oroszlán, sétálgat itt a technikai zónában. Természetes, hogy nem sietik el a vendégek. Ignjatovic is előre jön, 74. perc. Vécsei rúgja a szögletet, igencsak gyengén. Johnson. Szomália lép közbe, bedobás. Szomália akarására sem lehet panasz. Ferencvárosnál nem az akarással van a gond, bizonyos fokig a képességekkel. Hiába mondták, hogy idén megerősödött, jobb lett a keret. Hát ezt eddig a látvány nem igazolja. Vettek három védekező középpályást, Alempievicset, Csukicsot, Gyömbért. Közülük Csukicsot úgy látszik irányító szerepkörben próbálják hasznosítani. Nem biztos, hogy ez így eredményre fog vezetni, de hát majd kiderül, még hosszú az idény. Szomália. Kivitték. Vernes alig, hanem átadja a bedobás lehetőségét másnak, így is történik. Johnson.
megint bedobás jön. Ez így a Honvédnak a legjobb. Negyed órával a befejezés előtt Marco Rossi csapata vezet, és a Ferencváros tér felén tartózkodhat. Barát dob. Csukics. Sikerül visszatenni lövésre. Nem. Belicki belevitte a védőkbe. Szép szerelés. Jól ért oda gyömbér. Gabi, Tradiba. Hetedik perc. Így van, köszönöm. Igyekszem. Lovrics. Át a túloldalra, kirúgás következik. Jovának kell várnia, és ezzel megint mennek az értékes másodpercek Ferencvárosi részről. Bedobás a Honvédnak. Hát lesz munkája Ricardo Moriznak, az biztos. Csordogál a mérkőzés. Józsi, ő is teljesen eltűnt a második félidőben. Jó, nyilván az ember hátrány meghatározza a Ferencváros lehetőségeit, de hát annyira nem világverő ez a Honvéd sem, és annyira nem veszélyes ezen a mérkőzésen. Pont annyit ad ki magából, amennyi egyelőre ez az 1-0-ás vezetéshez elegendő. Különösebben a vendégcsapat sem forszírozza a támadásokat. Jovanovics. Szabadrugás. Máté Jánost fogja majd beküldeni Ricardo Moniz a jelek szerint. Les. Ez sincs bent egyébként, csak így utólag. Szabadrugás a Honvéd javára. Igen. Jó döntés született. Hetvenkilencedik perc. Cuci. Most jöhet akkor a csere. Máté a videót a második csapatától érkezett a Ferencvároshoz. A Pápa ellen megszerezte első élvonalbeli gólját. És most Szomália helyére áll be. Az utolsó cseréje a Fradinak ezen a meccsen. Van bő 10 perce. Orosz Márk tehát nem jut szóhoz ezen a mai meccsen, ez már biztos. Hiába az Újpest elleni gól. A szlalomozásnak itt van vége. Schwab. Bedobása ezúttal a Ferencvárosnak.
Csukics. A túloldalon nincs fehérmezes, Cuci pedig könnyedén fogja meg a labdát. Schwab nem kapta jól, de még megmentette valahogy a helyzetet. Jovanović. Csukics. Gyömbér. Jovanović. Ez most jó labda, most már a 16-oson belül az FTC. Grúz. Megint egy rossz indítás. Jovanović dobhat. Többen mozdulnak a labdára. Most van kint. Bedobás a Ferencvárosnak. A közönség még egy utolsó lendületet szeretne adni a fehérmezeseknek, csak hát így nagyon nehéz. Gyömbér passza volt rossz, Schwab nem tudta lekezelni. Megint csak Orosz Pált tudom idézni, aki azt mondta, hogy Ricardo Moniz szaktudása a vezetőség reményei szerint segíteni fog abban, hogy a Ferencváros olyan játékot játszon, amely tradícióihoz méltó, olyan támadó játékot, amely otthon feltétlenül, de idegenben is győzelmi esélyt jelent. Hát ez még nagyon-nagyon odébb van. Hatalmas munka vár Ricardo Monizra és a Ferencvárosra, így a látvány alapján. Vernes lerázza magáról Gyömbért, aztán kézzel ér hozzá a Honvéd játékosa. Csere. Nyugtatja a feleket Iványi Zoltán. Hidi Patrik érkezik. Vernes utoljára kakaskodhatott ezen a mérkőzésen, de nem játszott rosszul Vernes Richard, és hát volt az az egészen parádés 50 méteres ívelése, ami majdnem bement. A 21 éves Hidi Patrik jön. Az mindenképpen, azt gondolom, hogy az összes Honvéd szurkoló számára nagyon nagy pozitívum, hogy Marco Rossi nem fél a fiatalokat mély vízbe dobni, és a fiatalok nem is okoznak csalódást. Schwab. Jó a lefordulás, két ember között, ott az üres kapu, és ez sincs bent! A 84. percben Böde nem tud egyenlíteni. Hát itt már mindenki a földön volt. Mégis elmaradt a gól. Schwab beadása jó. Az átvétel után földön az egész Honvéd védelem. És az oldalhálóba lövi Böde. Böde. Zsivánovics. Schwab. A barát rúgja előre. Mehet a versenyfutás. Egyelőre a Honvéd hozza tovább a labdát.
és most van kint. Vécsei szöktette magát hosszan. 5 perc van hátra a mérkőzésből, plusz a ráadás, ami nyilván azért lesz. Józsi. Megint egy labda kezelési hiba. Kezezést reklamálnak a szurkolók. Iványi is érkezik, és szabadrugást ítél. Van 6. perc már, veszélytelen szabadrugás. Igazából az a furcsa, hogy a második félidőben sem érződik a Budapest Honvéd emberelőnye. Még így 10 emberrel is, mintha a Ferencváros irányítaná a játékot. És ugyanakkor mégsem, mert nem tudja ráerőszakolni ellenfelére a Ferencváros az akaratát, és a nagy ritkán helyzetbe jut, az is kimarad. Schwab. Csukics. Schwab. Csukics, ez szép labdaszerzés. Hát ez az ő igazi műfaja, nem a szervezés. Alapvető dolgokat kéne valószínűleg a Ferencvárosnál átgondolni. 88. perc. Szép labdatartás, még mindig a Honvédnál a labda, és egy távoli lövés jova. Szépen csinálta Délceg. Barát. Johnson. Vécsei. Józsi. Ott a lepattanó. Böde. Böde cselezget. És a visszagorított labda gyérlövéssel. Hát nem ideális ez a bemutatkozás Ricardo Moniznak, úgy tűnik. És ez gondolom még akkor sem tölti el jó érzésekkel, hogyha lehet tudni, hogy egy edző 4 nap alatt nem tud csodát tenni egy csapattal. Viszont azért a mutatott játék azt is mutatja, hogy nem feltétlenül Détári Lajossal volt a probléma. Schwab. Gabika, egy pillanatra. Böde. Ferencvárosi szabadrugás a 89. percben. Belicki kapott egy hatalmasat Vécsei Bálintól. Ez most még megmentheti a Ferencvárost. Lehet, hogy kellene majd, igen. Az Újpest elleni mérkőzésen a 90. percben egy szabad rugásból egyenlített az FTC. És most is egy szabad rugás az utolsó percben. Akkor Orosz bevágta a szabad rugást. Böde, szöglet. Hú, ott nagyon kilőtték Ignjatovicsot. Hatalmas erővel találta el a fejét a labda. Nem nagyon mozdul, úgyhogy jó lenne valami segítséget hívni hozzá. Fú! Ez nem csoda, hogy fáj neki.
pont hátul találta el a fejét a labda. 5 perc ráadás. Ennyit kap még a sorstól a Ferencváros. Voltak ugye cserék, voltak ápolások, volt az ivószünet. Tóth Iván, Ivancsics is próbál egy kicsit látni ott a padról, hogy milyen helyzet alakul ki a Honvéd kapuja előtt. Ezt a szögletet úgy tűnik, hogy megúszta a Budapest Honvéd. Ignjatovics úgy tűnik, hogy visszatér a pályára, legalábbis a szurkolók hőzöngenek, tehát mondjuk azt lehetett látni, hogy nagyon eltalálta a labda. Jovanovics, szép lefordulás után Jovanovics beadása, megint helyzet alakulhat ki, lepattan a védőkről. Hatalmas elánnal próbál egyenlíteni, ember hátrányban a Ferencváros. Tehát még egyszer mondom, ezzel semmi probléma nincs. Nem az akarás miatt kap ki a Fradi, hogyha kikap. Józsi. Nem volt les, itt tehát Zitzer, 92. perc, és ott az újabb lehetőség, és a gól. Délceg valószínűleg bebiztosítja a Honvéd győzelmét, 2-0 a vendégcsapatnak. Saját tér feléről indult, tehát nem volt lesen Délceg. Kitámadott a Ferencváros, és ez a kontra most már mindent eldönt. Nézzük az indítás pillanatát, hát itt pont nem lehet látni, de Délceg a saját tér feléről indul. Megszerzi idei 3. gólját, és ez egy történelmi találat. A Budapest Honvéd 300. bajnoki gólja a Ferencváros ellen. Nagyon higgadtan oldotta meg Délceg Gergely. A zöld-fehér szurkolók pedig csalódottan elindulnak hazafelé. Több mint 6 év után sem tud nyerni a Ferencváros hazai pályán a Honvéd ellen. Az utolsó másodpercek. Schwab. Ricardo Moniz bemutatkozása tehát közel sem idilli, nem olyan, amilyennek ő vagy a vezetőség elképzelte. Sok mindent meghatározott, Klein kiállítása, ez nyilvánvaló. Hiába hárította ott a 11-est Jova, azt a hibáját már nem tudta helyrehozni. A Honvéd pedig nagyon taktikusan játszott, és újra a bajnokság élére áll ezzel a győzelemmel. Fantasztikus rajt Marco Rossi csapatától. Ez sem ért el Belicki. Egymás után második rangadóját veszíti el a Ferencváros csapata. Két döntetlen és egy győzelem után Zsinórban két vereség. Cuci, aki ezúttal jól védett és megőrizte a kapuját,
nem úgy, mint a Paks elleni 3-3 során. A fiatalokkal tele tűzdelt Budapest Honvéd győz az Üllői úton. Ferencváros Budapest Honvéd 0-2, a szurkolók elégedetlensége jól hallható. A Honvéd vezeti az OTP Bankliga tabelláját. Kedves nézők, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!